ország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Hölgyeim és uraim, felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel köszöntök a stúdióban mindenkit, és természetesen odahaza a tévéképernyők előtt. Most önök meg fogják nézni a világ legunalmasabb, legszomorúbb és legfárasztóbb show műsorát. Ennyit tudnék előjáróban idézni, jó? Vágjunk is bele. Az a helyzet, tisztelt hölgyek és urak, azért próbáltam meg ilyen furcsa módon kedvet csinálni ehhez a mai show műsorhoz, mert ami az elején következni fog, az a legreménytelenebb vállalkozás egy kommunikációval foglalkozó ember számára, akinek ráadásul az a műsorának a címe, hogy Bájer Show. Ugye, show, akkor többnyire az emberek mókát, kacagást, flittert, konfettit, ilyesmire számítanak. Nem lesz ilyen. Az elején nem lesz ilyen. Reménytelen vállalkozásba kezdek. Nevezetesen az abba, hogy én egyedül beleállok az Elios ügybe. Ugye hetek óta, mit hetek, hónapok óta hallgatja ez az ország, hogy van a Vej, a Tiborc, meg az Elios, lopcsal hazudik, törvénytelen közbeszerzéseken csalással győz, túláraz, törvénytelenül összejátszik a Tungsrammal, így nyeri meg a közbeszerzéseket. Botrány, 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 lobogtatják az Olaf jelentést. Ugye, már odáig jutunk, hogy csütörtökön kormányszóvivői tájékoztatóra maga harangozó MSZP-s képviselő elvtárs Beront lobogtatja a jelentést, és azt mondja, hogy az emberek pártállástól függetlenül erre kíváncsiak, hogy mi van az Elios üggyel. Én komolyan vettem harangozó képviselő elvtárs intelmeit, és legyen úgy, hogy az emberek az Elios ügyre kíváncsiak. Csak tudják, az a baj, hogy amíg amúgy remegő kezekkel, és az izgalomtól majdnem elájulva, ahogy ezt tegnap harangozó tette, berohanni egy kormányszóvivői tájékoztatóra, ott előadni ezt a kis performanszot, aztán mikor Lázár miniszter úr azt mondja, hogy képviselő, foglaljon helyet, várja meg a választ. Akkor remegő kézzel és remegő lábakkal, mint egy gyáva, igazi gyáva szarjankó, kirohanni. Ez látványos, ez könnyen érthető, könnyen emészthető, ezt mindenki felfogja. Megcáfolni ezt a dolgot, az ugye időigényes, macerás, mindenféle számokkal, meg adatokkal teli ügyeket kell elővezetni, az már senkit nem érdekel. És azért mondtam, hogy ez lesz a világ legunalmasabb show műsora, mert én most, édes véreim, odahaza, meg itt, én beleállok. És azért állok bele az iszonyatos és elemi felháborodásomon túl, mert végre akadt egy tisztességes cég, ennek az egész mondva csinált műbalhénak az egyik érintettje, aki vette a fáradtságot, és március 1-én kiadott egy közleményt. Egy elolvashatatlanul hosszú, legalább 8 oldalnyi közleményt, számokkal, adatokkal, amelyben tételesen megcáfol mindent, ami vád elhangzik Elios ügyben.
Ez a tisztességes cég a Tungsram Schrader ZRT. A Tungsram, így ugye az ég egy adta világon mindenki ismeri. A Tungsram, amely ezekben a vádakban, persze Tiborcz mellett, alatt, jóval eldugva, de újra és újra előkerül, mint ennek a maffia-szerű bűnbandának az egyik tagja. Megunta a Tungsram, és kiadott egy közleményt, és hogyha megengedik, meg akkor is, ha nem engedik meg, én most ebből fel fogok önöknek olvasni részleteket. Csak azért, mert hogyha harangozó elvtársnak igaza van, és ez tényleg érdekli az embereket, akkor kérem az embereket, hogy fetszőjék bele az energiát, azt, ha már nem is olvassák el, mert a sajtóba ez nem fog szédítő karriert befutni, ez a Tungsram küldemény, közlemény, ha már nem is olvassák el, legalább most tőlem hallgassanak meg belőle részleteket. Ugyebár a visszatérő és állandó vádak Elios ügyben. Tiborcék csaltak a közbeszerzésen, a közbeszerzéseket úgy írták ki, hogy az a Tiborcékra, az Eliosra lett szabva. Tiborcék törvénytelenül összejátszottak a Tungsrammal, és így tudtak nyerni. Továbbá Tiborcék hamis adatokat adtak meg, és így jutottak plusz pontokhoz a pályázatokban, és így sikerült győzniük. No, március 1-je, Tungsram Schrader ZRT közleménye. Közlemény elején bemutatkoznak, milyen cég, milyen múltra tekintenek vissza, stb. Majd a következőket írják. Magyarországi gyárunk főként nemzetközi piacra gyárt, évi nagyságrendileg 200 ezer darabos kibocsátással, és több mint 200 főnek biztosít megélhetést. Az elmúlt évtizedben a LED technológiára való áttérés kapcsán lámpatest fejlesztésre és gyártási kapacitás bővítésére cégünk több millió euró összegben ruházott be, ehhez külső támogatást vagy segítséget nem kaptunk. Mivel tehát társaságunk a közvilágítási szektorban tevékenykedik, ezért a hozzá beérkező rendelések alapján más hasonló lámpatestgyártók mellett teljesítette az Elios ZRT által leadott megrendeléseket. Ezt követően végig mennek egyenként a felmerült városokon, ahol ugye állítólag botrány meg visszaélés volt. Hódmezővásárhely, írja Elios, illetve Tungsram, Hódmezővásárhely. 2011-ben a projekt méretéből és újszerűségéből adódóan kiemelten fontos Hódmezővásárhelyi LED közvilágítás korszerűsítéshez cégünk szállította a berendezéseket. Ahogy a sajtóban is megjelent, először önállóan pályáztunk a közbeszerzésre, de cégünk az árversenyben alul maradt. Ezek után számos új termék kifejlesztése történt meg, így cégünk az Elios ZRT egyik beszállítójává válhatott lámpatestgyártóként. A társaságunk által az Elios ZRT ellen benyújtott jogorvoslati kérelmünk álláspontunk szerint azt bizonyítja, hogy semmilyen összefonódás nem állt fenn a két cég között. Ugyebár a Tungsram a Hódmezővásárhelyi közbeszerzés kapcsán bírósághoz fordul az Elios miatt, akkor az valóban minimum feltételezhető, hogy nincs összefonódás, ugye, az Elios és a Tungsram között, ahogy erre ők rávilágítanak. De nézzünk tovább. A sajtóban sokszorosan és helytelenül jelent meg az az állítás, miszerint a Tungsram Schrader ZRT az Elios ZRT alvállalkozója lett volna, és ugyanazon pályázaton nem vehettünk volna részt a nyertes vállalkozó alvállalkozójaként. Leszögezzük, hogy a Tungsram Schrader egyetlen, az Olaf által vizsgált projektben sem volt az Elios ZRT alvállalkozója, nem végzett alvállalkozói munkát, és nem kötött alvállalkozói szerződést. Ez ugye viszonylag egyértelmű szavak. Tehát az összefonódás az Elios és a Tungsram között, mint visszatérő vád, ad acta van helyezve. Jászberény folytatja a Tungsram a nyilatkozatát. Társaságunk az Olafot tájékoztatta korábban arról, hogy a szóban forgó közbeszerzési tenderhez az Elios árajánlat kérésére 174 millió forintos,
az SAG Hungária Kft. Árajánlat kérésére 238 millió forintos ajánlatot adtunk. A két ár között azért van 64 millió forint különbség, mert az Elios ZRT a társaságunktól az abban az időszakban megrendelt termékek mennyiségére tekintettel a belső üzletpolitikánknak megfelelően volumen kedvezményre volt jogosult. Ugye, a másik vád, hogy a Tungsram olcsóbb ajánlatot adott mindig az Eliosnak, mint a versenytársaknak, csak azért nyilván, mert suskus van a dologban. Itt leírják, hogy ez azért van, mert az Elios olyan mértékben rendelt tőlük lámpatesteket, amely feljogosította ezt a céget, hogy árkedvezményt kapjon. Tudják, ez olyan, nekem van egy törzs helyem, a Tabáni Gösszer söröző, és ha én oda bemegyek, most már idestova két éve, mert oda járok 18 éve, két éve 20% kedvezményt kapok minden fogyasztásom után, mert tulaj azt mondta, hogy én olyan kedves vendége vagyok, hogy ezt ő megengedi nekem. Ez ennyire bonyolult, viszont vádként ez egy ilyen epipeton ornance, hogy a Tungsram direkt, mert összefonódtak, olcsóban adta a lámpatesteket csak az Eliosnak. Ugye, közleményből kiderül, hogy mindez miért is volt így. Olaf folytatja a Tungsram. Különösen érdekes felvonás következik. A Tungsram Schrader 2017. októberében kapta meg az Olaf jelentésének tervezetét, amelyhez részletes, 11 oldalas kiegészítést tett, kifejezetten a jelentésben szereplő megalapozatlan állítások tisztázására. Az Olaf 2017. november 6-án visszaigazolta az észrevételek érkeztetését. A Tungsram Schrader számára a szervezet, mármint az Olaf, soha nem küldte el a végleges jelentést, csak a sajtó megjelenések alapján valószínűsítjük, hogy észrevételeinket az Olaf nem vezette át a vizsgálatot lezáró dokumentumba. Magyarán van egy Olaf jelentés, kérdéseket intéznek a Tungsramhoz, a Tungsram ezekre megválaszol, a felvetett állításokat megcáfolja, majd a kikerülő Olaf jelentésbe ezekből egyetlen egy sem kerül be. Itt szeretném megjegyezni nem zárójelben, tudják, kik írták az Olaf jelentést? Három darab magyar. Hadd ne mondjak egyelőre neveket, jó? Három magyar írta ezt az Olaf jelentést. És valahogy nem került bele mindaz, amit a Tungsram ezekben az ügyekben elmondott. És akkor folytatnám. Még egy kicsit, jó? Még egy kicsit bírják ki. A ledes berendezések és az élettartam. Azt írja a Tungsram, ami mégiscsak egy világhírű cég ezen a piacon. Mivel a sajtóban az utóbbi napokban több fejtegetés jelent meg a ledes berendezések élettartamával kapcsolatban, a technikai háttér tisztázása szükséges. A ledes technológia 2010-12 környékén kezdett elterjedni a közvilágításban. A berendezések fényáram tartását az LM80-as szabvány, innentől jó cáfolni, mi ezek? Ezt bírja a lumpenproli. A berendezések fényáram tartását az LM80-as szabvány alapján 6-szoros előrevetítéssel határozzák meg, azaz 10 000 óra, ez több mint egy év, folyamatos tesztelés után csak maximum 60 000 órás élettartamot lehet becsülni. Természetesen a LED csipek élettartama ennél jóval hosszabb, akár több 100 000 óra is lehet. De a matematikai modell nem enged ennél hosszabb becslést. A Tungsram Schrader vállalat 2012-ben, figyeljenek az évszámokra, megjelent katalógusai ezeket az adatokat tartalmazták, mert az LM80-as szabvány alapján csak 60 000 óra élettartam becslést lehetett megadni. Folytassuk. 2013-ra a közben eltelt idő miatt már egy hosszított égetési idő alapján 100 000 órás,
közvilágításban 25 év élettartamot lehetett előrebecsülni, melyek alapján frissítettük katalógus lapjainkat. Ezen mérési eredmények alapján a 2014-ben elinduló KEOP pályázatokhoz cégünk az ajánlatkérők kérésére a várható élettartam tekintetében nyilatkozatot állított ki. Ezt a módszertant az OLAF számára mérési jegyzőkönyvekkel alátámasztva rendelkezésre bocsájtottuk. Most figyeljenek! Érthetetlenek számunkra a sajtóban megjelent élettartam aggályok, amelyek a 2012-es katalógusainkra hivatkoznak, a 2014-15-ben kiírt KEOP pályázatokra gyártott berendezéseink kapcsán, hiszen azok a kért élettartamot meghaladják vagy túlteljesítik. Ugye, tehát itt dől meg az a vád, hogy az Elios hamis adatokat ad meg a pályázatában, és így pluszpontokat szerezve, jogtalan előnyhöz jutva, hazudozva nyer meg közbeszerzési pályázatokat. Egy világhírű cég írja ide feketén-fehéren. Elküldte ezeket az OLAF-nak is. Tettek rá, kihagytak belőle. És most gazemberek rohangálnak kis paksamétákkal, és lobogtatják sajtótájékoztatókon, hogy lám-lám, micsoda csalások történnek. Nem mellesleg, tisztelt hölgyek, urak, édes véreim, sikerült beszélnem a szolnokiakkal, ahol szintén ez történt. Elmondták, mindenki, az egész ellenzék Jobbiktól MSZP-ig megszavazta az önkormányzatban az Elios által történő cserét. A ledes világításra áttérést, amelynek eredményeképpen a város az évi 160 millió forintról 100 millió forintra csökkentette a közvilágítási rezsijét. Több mint egy harmadával csökkentette, csak ezért. Máté Szalka, most, hogy vesszük föl a műsort, mai Magyar Nemzet címlapon hozza, hogy Máté Szalkán is micsoda disznóságok történtek. Mindenki megszavazta, Jobbik is, Máté Szalkán, a átállást és a cserét, és Máté Szalkán ma a felvett, a cseréhez szükségesen felvett hitel törlesztésével együtt a korábbi éves közvilágítási ár 50%-ából fedezik az egész évi közvilágítást. Mindenki tökéletes megelégedésére. Ehhez képest zajlik, ami zajlik. Ugye, hogy a világ legunalmasabb, legfelfoghatatlanabb és legelviselhetetlenebb showműsorából ment el 20 perc, csak tudják, ha én ezt nem vállalom fel, és mindenki hallgat és lapít, mint szar a fűbe, akkor ezek a gazemberek még az idők végezetéig el fognak rohangálni a hülye kis paksamétáikkal, a három hazaáruló magyar által megírt OLAF jelentéssel, és tele fogják hazudni a világot. Miközben a tények ezek. És erre az aljas és mocskos hazugság kampányra alapozva szeretnének választást nyerni, és amikor arról delilálnak, hogy majd mi lesz, ha megnyerték a választást, tudják mi erre a válaszuk? Mindjárt meghallgatjuk, jó? Fiala János ugyanis felhívta szerda reggel Gyurcsány Ferencet, és megkérdezte tőle, hogy kedves Ferenc, ha esetleg úgy fordul, hogy ez az kis színes és tarka koalíció mégis nyer a választáson, akkor mi lesz másnap? Mire számítotok? Hallgassuk csak meg. És mi lesz akkor? Elhúzódó koalíciós tárgyalások, aminek a végén én inkább azt feltételezem, hogy új választás. Hát nem izgi. Mire készül a mi szeretve tisztelt ellenzékünk? Mit is mond Feri? Megismétlem, jó? Hát elhúzódó koalíciós tárgyalások, aminek a végén én inkább előrehozott választás kiírására számítok. És mikor Fiala megkérdezi, mert nem kap levegőt, hosszú másodpercig meg se tud szólalni, és aztán megkérdezi, hogy te kedves Ferenc, és ez jó lesz az országnak? Akkor azt mondja, hogy miért? Németországban sincs kormány 6 hónapja. Erre készülnek emberek. Arra készülnek, mert azt tudják, hogy
nincsen ahogy megnyerjék úgy a választást, sehogy sincs szerintem, de úgy semmiképp, hogy besétálnak, azt kormányt alakítsanak. Nem, nem számít semmi. Romboljunk össze mindent, ami van, ezek, mármint mi, mármint az Orbáni, takarodjanak, aztán majd eltárgyalgatunk, meg húzzuk, meg majd hónapokig tökölünk, azt legfeljebb kiírjuk az új választást. És hogy ez mennyire így van, csak nézzük a sajtójukat, HVG-ben egy Gomperz Tamás nevezetű fékezhetetlen agyvelejű csodálatos újságíró hosszú cikket írt, amikor azt üzenik, hogy Orbán takarodj címmel, hogy mi csodálatos volt Hódmezővásárhely, stb. És tudják, mi az írás vége? Hosszan kifejti, hogy ugyan Hódmezővásárhelyen sikerült, meg győzött itten a Jobbiktól a DK-ig terjedő vidám koalíció, csak mellékesen jegyzem meg, ugye ez az a Jobbik, amelyik évek óta, éveken át hirdette magára, hogy ők igazából a 2006-os szemkilövető sortüzekben, vérben és mocsokban kovácsolódtak össze, és lettek igazi mozgalom. Hát azt meg a Fletó csinálta. Most Fletóval együtt ücsörögnek egy koalícióban, és próbálják megbuktatni ezt a kormányt. Na de, mit ír Gomperz? Azt írja, hogy Hódmezővásárhelyet megnyertük, de ne legyenek illúzióink, írja Gomperz a HVG-ben. A Fidesz nem rodjant meg, feltehetőleg még a választást is meg fogja nyerni, de ha mégis megnyernénk, az miért lenne jó, írja Gomperz. Megmondom, ezt írja. És hogy mi lesz másnap? Hogyan fog a világnézetileg összeegyeztethetetlen pártokból álló társaság kormányozni a legfőbb ügyész, a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság ellenében? Feltehetőleg sehogy. De élvezeti szempontból mindegy is. Úgy kell szavazni, mintha nem lenne másnap. Ha ilyen fejet vágtak, amikor egy városházát vesztettek el, mennyire kélyes lenne nézni azt, amikor az országot. Ennyi, édes véreim. Ennyi ezeknek a választás tétje, ennyi az ország, és ennyi a haza. Elnézést kérek mindenkitől, hogy így unalmasra sikerettem, de higgyék el, hogy Eliosz ügybe is bele kell állni. És nekem van hozzá türelmem. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, a stúdióban lévőknek köszönöm a figyelmet. Önök pedig nagyon messzire ne menjenek, mert a második részben Kovács Zoltán kormányszóvivő lesz a vendégem. Rövid szünet és jövünk vissza. Folytatjuk a műsort, vendégem Kovács Zoltán, kormányszóvivő. Szervusz, tisztelettel, szervusz. Köszöntelek. Kicsit nehéz helyzetben van egy kommunikációs szakember, most akár mindkettőnkre gondolhatok, hogyha erről a dologról szót akar ejteni. Szóval ugye az a helyzet, hogy Eliosz ügy, Tibort, a Vej, Orbán miniszterelnök, ugye hónapok óta, de most aztán hetek óta meg különösen, ez az ellenzéknek a fő sípja. Ezt fújják, ezt súlykolják. Lopás, csalás, hazugság, törvénytelen közbeszerzési eljárások, lobogtatják az Olaf jelentést, stb. Ugye az érintett fél hallgat, nem reagál. Egészen mostanáig egyébként, mert most az egyik, ha úgy tetszik, áttételesen érintett fél, a Dunsram Schrader Kft., nem is Kft., Zrt., kiadott egy irgalmatlanul hosszú, adatokkal, számokkal megtűzdelt nyilatkozatot, amelyben tételesen megcáfol minden egyes állítást, amit a nyilvánosságban megjelent. Nevezetesen, hogy
Tiborcék cégére lettek kiírva a közbeszerzések, hogy Tiborcék összejátszottak a Tungsrammal törvénytelenül, és ezért nyerték meg, hogy túlárazták, hogy hamis adatokat adtak meg a lámpatestek élettartamára vonatkozóan, és ezzel szereztek plusz pontokat. Ezt a Tungsram tételesen cáfolja. Sőt, még azt is megírják a közleményükben, hogy az Olaf jelentés, még az Olaf náluk érdeklődött, 16 pontban megírták, hogy ez sem igaz, az sem igaz, amaz sem igaz, de... Azért mondtam, hogy kommunikációs szakemberként ugye nem könnyű a helyzet, mert adva van egy hisztéria és egy hisztérikus közeg, ami sokkal könnyebben emészthető. Ugye mennyivel látványosabb és blikfangosabb, hogyha egy MSZP-s képviselő betrappol a kormány heti sajtótájékoztatójára, és ott meglobogtatja aktákat, hogy erre kíváncsiak az emberek, aztán kimegy. Ez ugye üt. Senki nem fog elolvasni egy hatoldalas Tungsram közleményt adatsorokkal, számokkal, hogy semmi nem igaz. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát először is nem kell kétségbe esni. Tehát tudhattuk, hogy jönni fog hasonló, és azt is tudjuk, hogy jönni fog még hasonló. De senkinek ne legyen kétsége, itt a kampány végéhez közeledve más, akár családtagok is elő fognak kerülni, meg merem kockáztatni, lőni fognak mindenre, ami mozog, és természetesen legfőképpen a miniszterelnökre fognak lőni. Az Olaf jelentéssel kapcsolatban számtalan sebből vérzik a teória, nem csak azért, mert ezt az ügyet már vizsgálták 2014 előtt, illetve akkor már lezárták egyszer, hanem azért is, mert egy jelentés tervezetről van szó, amelyben értelemszerűen egyébként például a kormány észrevételei nem jelentek meg, nem csak a Tungsram észrevételei, ahogy itt utaltál rá, tételesen cáfolva egyébként a valóság tartalmát, illetve a részelemeit ennek a projektnek. Mi megvártuk egyébként a 4-es metróval is, amíg elkészül a végleges jelentés, mert ez ennek a rendje. És azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk egyébként, hogy szépen higgadtan kezeljük ezt a helyzetet, nem nagyon van más mód egyébként sem, és majd amikor eljön az ideje, természetesen a vizsgálatok végén minden szépen ki fog derülni, eladdig meg beszéljünk a valóságról. Arról, hogy a legnagyobb korrupciós ügyek, azok bizony a baloldalhoz kapcsolódnak, tételesen felsorolható, nem csak a 2010 előtti ügyekről, hanem azoknak a nagyságrendjéről is be lehet bizonyítani, hogy ugye, a 4-es metró esetében 170 milliárd forintnyi összeg ellopása vagy szabálytalan felhasználásáról bizonyosodott be egy végleges bizottsági jelentés alapján, hogy megtörtént. Zavarkeltés is figyelemet terel. És egyébként ugye a harangozó képviselő úr kis performanszát nézve, az önmagában árulkodó volt az izgalom, ahogy bejött, és a pánika, hogy elhagyta a termet, amikor miniszter úr javasolta neki, hogy várja meg a választ, hogy gyorsan elmondjuk. Különös tekintettel arra, hogy ki is derült, hogy ő Szekszárdon egyébként ugye 2006 és 14 között a megyei, illetve városi elnöke volt egészen pontosan az MSZP-nek, a saját képviselői is megszavazták egyébként az Elios szerződést. Mert hogy visszatértünk az eredeti dologhoz, maga a világítás korszerűsítés, aki valaha is dolgozott egyébként önkormányzatnál, én dolgoztam 2006 és 10 között, pontosan tudja, hogy milyen terhet, milyen problémákat jelent egy közösség számára, milyen költségeket jelent egyébként, hogyha korszerűtlen eszközökkel kell ezt folytatni, és hogy milyen gyorsan megtérülő, jó befektetés ezeknek a modern technológiáknak az alkalmazása. De ahogy te is utaltál rá, sajnos ez elég bonyolult innentől kezdve, hogy mindenkinek el tudjuk magyarázni. Én azt gondolom, hogy a sajátjainknak, a saját közegünkben ezt azért érdemes időről időre elmondani, hogy igazság, nyugalom, koncentráljunk a lényegre, a lényeg pedig az, hogy a saját bűneikről, a saját elvtársaik által elkövetett csalásokról és korrupcióról próbálják elterelni a figyelmet. Én most bele fogok állni ebbe az Elios ügybe, ezt most már elhatároztam, csak visszautalva arra, amit mondtál a szekszárdi példára. Érdekes módon Szolnokon is megszavazta az ellenzék, Máté Szalkán is megszavazta. Minden jó, minden józanul gondolkodó képviselő, amikor meglátta a pályázatokat, a kondíciókat és annak az eredményeit, akkor nem is nagyon tudott. Jászberényben sem volt ilyen típusú probléma. Mindenhol az önkormányzat egészen elképesztő pénzeket takarít meg azóta a közvilágításon éves szinten. Máté Szalkai példát csak hagy említsem meg, mert ugye a mai magyar nemzet... megérte pályázati pénz nélkül is megcsinálni. Így van, és a mai magyar nemzet, ugye most pénteken vesszük föl ezt a műsort,
címlapon hozza, hogy hú, Máté Szalkai, Elios. Hozzájutottam az adatokhoz. Az önkormányzat az akkori hitelfelvétellel együtt, ami kellett ahhoz, hogy lecserélje korszerű világításra a közvilágítását, ma fele annyi pénzből, hiteltörlesztéssel együtt fele annyi pénzből hozza ki éves szinten a közvilágítás, mint előtte. Ennyi. De mondom, én ebbe bele fogok állni, most már elhatároztam. Kicsit még az Olafnál maradva. Mi a lényegi különbség a most lobogtatott, harangozó elvtárs által lobogtatott, aki nem várja meg a miniszteri választ, hanem egyébként valóban ilyen remegő kézzel elhagyja a termet, az általuk lobogtatott mostani Olaf jelentés, és mondjuk a négyes metróról szóló Olaf jelentés. A legnagyobb különbség, hogy az egy lezárt ügy, a négyes metró kérdése, ahol végleges megállapítások vannak, amellyel a kormányt végleges értelemben szembesítették, tehát nem nagyon volt mozgástér abban, hogy bárkit megpróbáljunk meggyőzni, nem mintha meg lehetett volna győzni. Egyébként a nyilvánvaló csalások, illetve pénzfelhasználási hibák vagy sikkasztás kapcsán. Úgyhogy ez a legnagyobb különbség. Ez pedig egy tervezet. Ráadásul arra is rámutattunk, hát ez egy önmagában egy rendszer szintű probléma az Olaf jelentésekkel, hogy három magyar ember készítette az Olaf jelentést. Azt gondolom, hogy abból, amit te is mondtál, mi szerint a Tungsram ezzel kapcsolatos száfolatát figyelembe sem vették. Bele se tették. Feltételezhetően nem a kormányzó pártokat támogató vagy velük szimpatizáló honfitársainkról van szó. Az igazi sportá vált egyébként Brüsszelben az elmúlt 8 évben, hogy a még korábbi adminisztráció által kiküldött, vagy a minket nem szerető ott dolgozó magyarok szakmányban jelentik fel a kormányt, és tesznek meg mindent egyébként az eljárási folyamatokban, hogy ránk nézve kedvezőtlen jelentések, riportok, vagy adott is esetben intézkedések szülessenek. Ez minősített esete annak, amiről szoktunk beszélgetni. Én nem szoktam hazaárulózni, de nagyon komoly nemzetbiztonsági problémákat, illetve kérdéseket vet fel, hogy hogyan lehetséges az, még előfordul egyébként az Unió más tagállamai kapcsolatban, hogy ez zajlik. No, ugye úgy tűnik, hogy vérszemet kapott ez az ellenzék, és ma már mondjuk egy Gyurcsány Ferenc elmegy fűhöz, fához, ahova meghívják, és arról beszél, hogy akkor majd hogyan lesz a választás után. A választással kapcsolatban azt mondja, hogy 30-40 hely egyéni körzetben verhető szerinte a Fidesz, és akkor már nincs is meg a többségünk, ugye ez az első állítása. Másikat majd később, ez az első állítása. Ugye matematikailag kicsit sántikál ez nekem, de lehet, hogy én nem látom át teljes egészében a választási rendszert. Bizben én is meghagyom a matekot, illetve a technológiai kérdéseket a választási kampányt irányító csapatoknak, hiszen ez az ő dolguk. Egy dolog biztos, hogy mindenki következtetéseket von le egy önkormányzati választásból, ami az én megítélésem szerint egy egyedi eset volt. Viszont látható, hogy mire próbálták felhasználni. És én azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek az a kijelentés, az az utalása, hogy ennek fényében fel kell készülnünk arra is, egy olyan forgatókönyvre is szükségünk van, miszerint ezt megpróbálják a lehető legtöbb helyen előállítani, választókerületi, tehát országgyűlési választások szintjén is, nehogy Isten, mindenhol megpróbálják előállítani. Erre egy tudatosan készülő, felelősségteljes politikai erőnek ugyanúgy fel kell készülni, mint az egyéb szenáriókra. És aztán majd a valóság, vagy az élet meghozza, hogy ez sikerül-e. Én azt gondolom, hogy abban a helyzetben vagy állapotban, amelyben az ellenzéki pártok vannak, részben romokban, részben identitást keresve, vagy identitásukat már régen feladva, ott azért nem feltétlenül a legjobb, hogy is mondjam, tanácsadó az, hogyha mindent feladva csak egy cél érdekében, a rombolás érdekében ilyen lépéseket tennének. Ezen sokan ők maguk is el fognak gondolkodni, hogy melyik irányba érdemes indulni, hiszen be kell kerülni a parlamentbe. Az országgyűlésben, hogyha nincs valaki ott, akkor nem tud politizálni. Ez önmagában alapvető korlátját fogja jelenteni, azt gondolom az én ismereteim, a magyar választási rendszer ismereteim kapcsán annak, hogy hogyan lehetségesek ezek a felállások. Nekünk egy dolog biztos, egyre kell koncentrálnunk, hogy tudatosítsuk a támogatóinkban, illetve minden magyar emberben, hogy mi a választások tétje. A választások tétje az valóban alapvetően a migrációs kérdések körül fogalmazható meg. Erre majd vissza is fogunk térni, azt gondolom. De a másik olyan dolog, amit kell mondanunk és fel kell hívni a figyelmet, hogyha ezek jönnek, akkor mindent el fognak törölni, amit mi létrehoztunk.
el fogják venni az összes olyan eredményt, amit családtámogatásban, a közétkeztetésben, a gyerekek ingyenes tankönyvét illetően, egy sor más kérdésben az elmúlt 7-8 évben szisztematikusan felépítettünk, hiszen, és ez a legfontosabb tapasztalatunk, azt gondolom nekem kormányszóvévőként ebben tartalmi, meg ahogy tetszik a perspektívája tekintve is elég komoly tapasztalatom van, az elmúlt 7-8 évben az ellenzékünk minden egyes lépésünket tételesen és kapásból tagadta. Nem csak tagadták azokat a valóság megállapításokat, amelyek mondjuk a bankadóval, a devizahitelesek megmentésével, az új alkotmánnyal, később a migrációval kapcsolatban előjöttek, hanem tagadták annak a strukturális átalakításnak az értelmét is, ami megpróbálja felszámolni mondjuk az iskolák esetében azokat a hátrányokat, amelyek abból fakadtak, hogy az önkormányzatok szenvedtek 10-15 éven keresztül egyre csökkenő finanszírozás mellett jó iskola rendszer vagy iskolák fenntartásában. Tehát ha számvetést kell készíteni, akkor én azt gondolom, hogy nekünk nagyon nyugodt lehet a lelkismeretünk, nagyon komoly kormányzati teljesítmény van az elmúlt 7-8 évben. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem maradt volna tennivaló, és hogy ne lenne még célkitűzés. De abban a közegben, amelyben ezt mindent tagadnak, és ráígérnek, és majd azt fogják mondani, hogy de ők majd többet, nekünk valójában a lényegre kell koncentrálni, ez pedig az előttünk álló sorsfordító és meghatározó kérdéseknek a további előtárása, a hangsúlyok oda helyezése, ez pedig nem más, mint azok a tervek, amelyek gyakorlatilag bevándorló országgá akarják Magyarországot formálni. Ma volt nálam egyébként, ha megengedsz egy ilyen szubjektív elemet, egy több mint fél órás beszélgetésen a német RTL. És ők még mindig itt tartanak. Nem, látszólag nem értik a mi felvetéseinket, hogy ránk nézve ez nem probléma. Mi meg pontosan tudjuk, hogy az elmúlt két-két és fél évben csak amit a migrációval kapcsolatban mondtunk, egy, mindent tagadta kezdetben, hogy létezik ez a probléma, hogy tömeges migrációról van szó, hogy a kvótarendszer létezik, hogy az elosztási rendszereket hogy akarják csinálni. Tagadták azt is, hogy vannak no-go-zónák. Érdekes mondani, hogy tegnapi interjúban a kancellár asszony beszél arról, hogy már Németországban is léteznek ezek. Én azt gondolom, hogy ez a szembesítés kell, hogy folyjon minden egyes döntésünkben, ami akár a hétköznapjainkat, az ellátórendszereket, vagy a gazdaságrendbetételét illetően megtörtént, és az illegális migrációval kapcsolatban tettünk, arról mindegyikről bebizonyosodott, hogy valódi probléma, a sorsunkat, a jövőnket, az ország jövőjét, minden magyar ember jövőjét alapvetően meghatározó kérdésről van szó, ezért kell tántoríthatatlanul célon tartanunk, hogyha lehet így fogalmazni az előttünk álló 38 napban talán, mert nem tehetünk más, hogy ez volt az elmúlt 7 évben a krédónk, hogy arról beszéltünk, ami a valós probléma, és azt gondolom, hogy akik ismernek minket, bíznak bennünk, illetve látták az intézkedéseinket, azok pontosan tudják, hogy a valóságról beszélünk. Majd még visszatérek egy pillanatra a migrációs kérdésre, de ha már mondtad a német RTL klubot, hogy idézzem föl egy bő egy, lehet, hogy másfél éves élményemet. Volt nálam egy francia újságírónő, egy-másfél éve, nem tudom pontosan, azt hiszem talán a Figaro-tól, és az volt az egyik fő mondandója, hogy ő nem érti, hogy a magyaroknak mi ez az averziójuk itten a muszlim betelepüléssel szemben, hiszen Magyarországon 150 évig török világ volt, és micsoda elképesztő, fantasztikus kulturális örökséget hagyott ránk a török megszállás, lásd a fürdőinket. Ezt mondta a szájával egy francia. És amikor elmagyaráztam neki, hogy köszönjük, nagyon örülök, hogy ez Franciaországból így néz ki, van egy pici probléma, hogy egészen nem menjek el a részletekig, de mondjuk azt az apróságot, hogy a török megszállás előtt Magyarország lakossága annyi volt, mint Angliái. A török megszállás után pedig felére csökkent, és az ország fele sívó homok volt, ahol egy ember nem lakott, meg kiirtották a népesség felét. Mondom, ez tényleg jó csere volt három fürdőért. Akkor nézett, mint a hülye. És képzeljük el, hogy milyenek lehetnek azok, akik nem szeretnek minket, miközben a Le Figaro az még talán a barátságosabbak közé tartozik, így van. No, visszatérnék egy pillanatra Gyurcsányhoz. Volt szerencsém hozzájutni egy hanganyaghoz. Szerdán Gyurcsány Ferenc beszélgetett Fiala Jánossal, a Fialának a reggeli műsorában. És ennek a beszélgetésnek a végén, mikor eljutnak oda, hogy ha netán mégis úgy fordul, hogy sikerül minden és az ellenzék győz, akkor a Fiala megkérdezi Gyurcsányt, hogy és akkor mi lesz? Erre azt válaszolja Gyurcsány Ferenc, hogy akkor
Nagyon hosszú, elhúzódó kormányalakítási tárgyalásokra számítok, aminek a vége valószínűleg egy új választás kiírása. És a Fiala hallatszik, hogy nyelni se tud, és akkor végre valahogy kibökid, hogy tehát ez jó lesz az országnak. És azt mondja, hogy miért Németországban sincs kormány fél éve. Tehát ez volna a cél. Minden mindegy. Én azt gondolom, hogy minden józanul gondolkodó magyar ember pontosan tudja, hogy bár megpróbálják előállítani, hogy itt az elején utaltunk rá az egy az egyben felállást, azért valójában 3-4 miniszterelnök jelölt el egymással, csak legfeljebb részben összeegyeztethető programokkal állunk szemben, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy szélsőjobboldali párt elnöke az hogyan fog Gyurcsány Ferenccel egy szélső balos, bár szokták mondani, hogy a spektrumban összeérnek ezek a dolgok, de azért az egy vonagyurcsány koalíciós kormányt nehéz elképzelni, hogyha lehet ilyet mondani. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy az ellenzéki pártok egy nagyon kétségbe esett kampányt folytatnak, hiszen igazából vesztenivalójuk nincs, tehát nem drága semmi, és szinte mindenben hazudnak, amit a szemünk előtt vagy a fülünk hallatára elhangzik. Az egyik jó példája ennek egyébként Bangóninak a kijelentése, akit megkérdeztek, hogy akkor pontosan mit is fognak csinálni a migráció kérdésében. És akkor azt mondta, hogy majd április 9-e után megmondom. Ez pontosan árulkodik arról, hogy abban a nemzetközi közegben, ahol iszonyatos nyomás nehezedik nem csak a magyar, hanem minden kormányra, hogy a Brüsszelben kitalált és még mindig súlykolt kvótákat, kötelező elosztási rendszert, az európai intézményi rendszer átalakulásával kapcsolatos alapvető döntéseket a lehető leggyorsabban hozzák meg, milyen ellenállást tudnak kifejteni, vagy milyen álláspontot tudnak képviselni egy ilyen eleve természetellenes és elképzelhetetlen koalíció, annak fényében különösen, hogy ez a nemzeti kormány az elmúlt 7-8 évben milyen sikeresen építette fel azokat a hadállásokat és pozíciókat, amelyből végre lehetett nemzeti érdeket érvényesíteni. És tegyük gyorsan hozzá, hogy nem tettünk mást, mint a nyugat-európai országok tesznek 30-40 éve, amióta az integrációs folyamat elkezdett mélyülni, hiszen bármit is mondanak, minden egyes döntés mögött egy német, egy francia, egy holland vagy éppen egy skandináv országnak a jól felfogott önérdeke mindig ott meghúzódik, mindenki a legvégsőkig harcol abban, hogy egy gazdasági vagy bármilyen más döntésnél a saját pozícióit meghozza. Mi 7-8 év rendkívül kemény munkájával eljutottunk odáig, hogy ennek az alapjait meg tudtuk teremteni, és még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy hasonló hatékonysággal tudjuk ezt tenni, mint a nyugat-európai országok. 2 percünk maradt egy kérdés erejéig, kicsit túl tekintve Brüsszelen. Itt már nem egyszerűen Brüsszelről, meg az Unióról van szó. Az ENSZ döntött úgy, hogy akkor mondassék ki, hogy a migráció jó, a migráció legyen alapvető emberi jog, soha többe senki ne foglalkozhasson azzal, hogy kit fogad be, meg kit nem, aki jön, azt tessék szíves lenni beengedni. Beszélhetnénk még 25 percet arról, hogy szemmel láthatólag a önfenntartási ösztönét és a józan eszét elveszítette a Föld nevű bolygó népességének egyébként legjobban szituált és leggazdagabb nyugati része. Valószínűleg a kettő összefügg egyébként. Nagymamám mondta mindig, amikor szétszedtük a lakást, mi unokák, és akkor azt mondta, hogy gyerekek, ti már jó dolgotokban nem tudjátok, mit csináltok. Úgy tűnik, hogy ez igaz az egész nyugati civilizációra is. No de, ha már az ENSZ itt tart, egy percben, hogyan tudunk mi ennek ellenébe menni? Hát sokan megkérdőjelezték, hogy az Európai Unión belül, ami egy megállíthatatlannak tűnő és mindenki számára kedvezőnek tűnő integrációs folyamat, van-e értelme úgymond szembe menni a főárammal. Az elmúlt 2,5-3 év azt bizonyította be, hogy a szembe menés az nem egy való, tehát nem valójában nem azt jelenti, hogy ellenzünk valamit, hanem be tudjuk bizonyítani, hogy lehet másként is. Nekünk azt gondolom az a feladatunk, hogy ahogy az Európai Unióban megpróbáltuk és csináljuk, úgy az ENSZ-ben is megpróbáljuk és tegyük meg a javaslatainkat, szövegszerűen fogalmazzuk meg, hogy mi mit gondolunk a világról, és bár kicsik vagyunk, a merészség, a szókimondás és az igazság kombinációja az akár eredményeket is, meglepő eredményeket is tud eredményezni. Magyarországnak nem szabad olyan döntések részévé válni, amelyek bár most születnek,
később 5-10 év vagy generációk táblatában visszafordíthatatlan eredményeket fognak hozni. Én tudom, meg tudatában vagyunk annak, hogy nem feltétlenül kézzelfogható a veszedelem, amivel szemben állunk, de az elmúlt 3 év fényében pontosan látjuk ezeket a veszélyeket, és azt is tudjuk, hogy most kell észnél lenni, és most kell jó döntéseket hozni, mert később nem lehet visszafordítani az eseményeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk. Minden jót, a viszontlátásra!